Srácok, akkor most vegyük fel újra azokat a mondatokat, amiket meg kell ismételni. Felvettem a fülest, úgyhogy innentől már csak magamat hallom. Mehet? Oké. Okay. Jó napot, elnézést kérek a zavarásért, de csak fölsöprök, meg letörülgetném a port. Jó napot! Na, ezek a színeisek nem tudnak köszönni. Na, de mindegy, és kezdjünk hozzá, mert a megtört szívekre haza akarok érni. Han Solo vagyok, az ezer éves sólyom kapitánya. Üdvözlöm. Szalainé Otlik Rozália. Ezt a takarítóknak? Hát, jobb szeretem, hogy a hulladék menedzselés is szakreferensnek szólítanak, de megteszi a takarító isnak. Jóban megyek, mert úgy látom, hogy zavarom a műveiszorot. Mi az? Itt forró lett a talaj? Jaj, nem á! Ha maga is ezzel együnk. Hát esküszöm, hogy csak 4 gariga WC-papírt loptam el. Ne áruljon már be, főnök úrnak! Nem leszek hálátlan. 10 000, előre! Mennyi? Ha 425 forintos aurabérét nyalom egész nap ezt a 4 emeletet. Hát honnan vegyek én annyi pénzt? Hm? Na most tényleg fel fog dobni. Eltaláltad, és képzeld, épp a főnököthöz igyekeztem. Hát most, ha tegezel, akkor se tudom kifizetni. Inkább magának kellene, amiért ekkora nagy koszt hagy itten. Ekkora összeget nem hordok magammal. Mondd meg Dzsabának, hogy... Ó, ha Dzsaba az nem ott. Mutig az, mint politikus választások után. Valami nagyon rossz előérzetem van. Ez csak a domestos. Nem volt citromos, csak sima. Én se szeretem a szagát, de mondjuk ahogy Csóbisna, megteszi művész úr, hogy egy kicsit arrébb áll, mert szeretnék fősöket. Na, hallgasson ide, fenségességesség. Nekem csak egy valaki parancsol, és az én vagyok. Jó, van már, na hát csak megkértem. Most mit van úgy oda, mi? Azért, mert magad szinkronizálja Terence Spencert, azért még nem kéne bunkolnak lenni. Én is jártam 4 évig a színművészetire. Csak más vettek fel helyettem takarítani. Nézd ma, e meg micsoda, valaki itt hagyta a kendőjét, hát ez meg micsoda rajta. Luke! Dehogy Luke, pöttyös ez. Na, művész úr, ha megengedi, akkor bekapcsolom a rádiót, mert zenére jobban megy a takarítás. Csúvi, zavard az adását. Jó, van már, hát még be se kapcsoltam. Zavard az adását. Nem a Szabad Európát akartam hallgatni, csak a Dankau rádiót. Fantasztikus nő. Vagy agyoncsapom, vagy beleszeretek. Tetszem magának. Hát maga is bejön nekem, szép fiú. Jaj, csapjon nagyon nyugodtan, a Gyuri is úgy szokta. Mielőtt hozzá fogunk kufircolni. Úgy számítom, éjjel 2-re az oldalánon leszünk. Ilyen messze lakik? Hát menjünk inkább hozzám. Hangos helye 8 kerde. Én is az leszek. Kovinak is dolgoztam ám. De csak mindig hangot kért, mert azt mondta, hogy a fejem nem elég kamera kompatibilis. Na, művész úr, mondjon már nekem valami szépet. Hercegnő? Most kérdezi, vagy mondja? Gyurim szerint tényleg hasonlítok a katalmidőtóra. Igaz, azt mondtam, amikor be volt rúgva, meg már áramszünet is volt. Na, mondjon már nekem valami szépet. Birodalmi vadászgép! Hát maga meg huntanodba okolni a seregben. Hát nem mondom, na, van rajtam egy kis súlyfelesleges, de csak a karantén miatt. Annyi lisztet halmoztunk fel, hogy a testén megelőzte a búza az aranyat. Fogd be a szád, öcsi, vagy kihajítalak az űrbe. Öcsi! Hát tegnap voltam epiláltatni. Igaz, a bajszom az lemaradt, mert csak lábra volt. Akció! Na, akkor fedjön hozzám. Arra ne számíts, hogy oda megyek. Jó van, Manna. Hát eddig minden pasimnak megfelelt a környék, ahol lakom. Jó, tény, hogy a retúr jegyet nem árul hozzánk a MÁV, mert csak kevesen jönnek vissza azok közül, akik oda mentek, de hát attól mi? Készülj, Csúvi, hamarosan odaérünk az oldalára. Jó, hát akkor menjünk magához, annyira akarja. És messze van ez az Alderán. Megy ott a 3-as metró, mert taxira nincs pénzem az ájig. Na tessék, ez a mi formánk. Egyenesen belehajtunk egy meteor záporba. Nem gond, van nálam esernyő. Gyurin vett akcióba kínai. Biztos azért olyan, mint ő, nem bírja a vizet. Na, közelebb mehettek, szép fiú. Nem fog fájni igeire. Ne, ne! Mi? Van itt egy kis reaktorszivárgás. Prostata gondog. Jaj, az engem nem zavar. Takarítottam én már tojtót is a szigeten.
Utána 3 hónapig jártak hozzám a Hős utcába gumikesztyűt szagolni. Hát, sajnálom, hogy nem lesz sziget. Állítólag 10 év után Hollandiában ez lesz az első augusztus, amire emlékezni is fognak. Na, mehetünk szépségem? Na, náhogy lelépek. Egyedül? Már meg kell fizetnem pár régi tartozásomat. Na, jó van. Kártyásokkal nem kezdek. Elég nekem a Gyuri is. Az olyan hülye a kártyához, hogy az itt a piros, hol a pirosban a kejkre fogadott. Na, viszlát. Hé, hey, Luke! Tessék! Ja, hogy nem, már mindjárt p***a. Öltöny megint, de szállja, mint a kocsisé. Na, ide hívom a Gyurit, azt lesz benned, Luke. Na, megyek, de veled jövök vissza. Viszlát! Az erő legyen veled. Ja, elnézést, a viszontlátásra. Hát ez meg honnan a francból tud az Ernőről?